Hatát, hogy méltassa a kiállítást és a művet. Tisztelt hölgyeim és uraim! Hát tulajdonképpen egy rossz mondattal kezdem. Azzal kezdem, hogy kultúránk ünnepei zsugorodnak. Nem azért, mintha nem lenne mit köszönteni, sokkal inkább, mert nem vesszük észre az ünneplés alkalmai, pedig mennyi fontos és érdekes lehetőséget lépünk át, ami a kortárs kultúra élni tudására utal. Miért mondom ezt? Mert valóban létérdekünk lett, hogy akarjunk mi magunk, és akarjanak minél többen a művészet vonzásába kerülni. A mai alkalom ezt két irányból is megadja számunkra, és ezt teszi akkor, amikor a perifériára taszították kultúrán szinte minden lehetséges mozgását, és ennek nagy realitást adnak azok, akik szegénységünkre hivatkoznak. Nos, ebben az ellehetetlen helyzetben jön néhány ember, akik könyvet jelentetnek meg, galériát nyitnak, és ebben annyi az érdekük, hadd mondjam így, hasznuk, hogy a jövő számára valami jelentőset megmentenek. A szellemi gének védelmét biztosítják. Biztosítják az értékek őrzését, átörökítését, és ezzel lehetőséget adnak arra, hogy a jövő tisztelni tudja majd korunkat. Bizony nem kevesebb az érdeme azoknak, akiknek a mai alkalmat köszönhetjük. Én, aki a tőlünk távoli múlttal foglalkozom, naponta meg kell értenem, hogy minden érték jogos ambíciója a jövőbe való beépülés, mert a művészet, a kultúra így kaphat értelmet, halhatatlanságunkban bízunk, amikor a jelen értékeinek továbbításával az örökké valóságra rendezkedünk be. Ennek mai reprezentánsa egy kiadó és egy galéria. Nekem ezt jelenti ez a pillanat, ami magyar környezetünkben, így is mondhatom, ez a csoda, amit a Gerzsón könyv és kiállítás dokumentál. Mindezek, amiket eddig mondtam, könyvismertető kiállítást nyitáson bevezetőjeként tulajdonképpen megindokolják, miért jelent ünnepet az időtünk. Ezen túl azonban van egy személyesebb okom is az ünneplésre, ez pedig a könyv tárgya, a kiállítás szereplője Gerzsa Pál maga. Annak a művészetnek, amit ez az övű teremtett meg, az a különös jelentősége, hogy csak is itt születhetett. Innen ajándékozta meg az egyetemest, gyökerei, élete, egész egzisztenciája, mi világunk része, közép-európai, Kárpát-medencei, magyar. Ennél tovább nem szűkíthető, mert alkotójuk ennek teljes horizontját megéli, megéli vissza a múltját, éli hol szorongva, hol szabadultabban a jelenjét, átéli a maga mikrokozmoszában mindazt, amit jelenthetnek a nagyvilágtája, amit kelet és nyugat ellentmondásai, észak és dél más-más szépség eszménye hordoz, színek és formák fogalmazzák a rommá vált múltat, a Balaton fénycsodáit vagy a barátságtalan időt. Ritmusa van ennek a magyar világlátásnak, amit hol határozott, hol fényé formált, elmosott alakzattal jelenítenek meg a színek. Nem tudom, hogy örömöt vagy bánatot, de tudom, hogy mindenképpre a boldogságra vágyódást keresi, mint mi mindannyian. Beszélgetek sokszor külföldi kollégák. Milyen érdekes, kérem, hogy izgalmat, újfajta felismerést nekik, nem a saját országaikból ismert,
hanem ezek a hazai hagyományokba mélyedt, az itthoni sajátságokat megért és megfogalmazó művészek, amilyen Gerzson is. Ezek jelentik számukra az itteni modernet. Mert valójában nincs korszerű művészet, ha nincs benne a sajátosság. A művészet nem tudomány, amelynek bárhol született eredményét adaptálhatom, és a magam tudásával tovább vezethetem a művészet kényesebb világ. Nem valamihez akar hasonlítani, idomulni, hanem önmagát megteremteni. De mi az, amit én ilyen sajátosnak látok, és amilyet ilyen sajátosnak látnak kintről is? Ferenczi Károly vagy a Nyolcak, a Párizst Kaposvárra hozó Ripley, Egri Balatonja, Bernard Rivierája, Berény portréi, hogy csak néhányat soroljak az első két évtizedéből ennek a századnak, amelyek azért lerakták modernségünk alapjai. Két nagy irányzat találkozott bennük, és ez a sajátos, amelyek tulajdonképpen minden művészi magatartás alapjait adják. A romantikus és a klasszikus együttélése. Egyfajta sajátos szemléletet alakít itt Magyarországon. Egy francia művészet történész mondta ezt egyszer nekem, hogy ez az a bizonyos magyar iskola. A kívülálló szerint ez nem csak a vizuális művészetnek, hanem költészetünknek is sajátja. Menjenek nagyon távoli múltba. Most tényleg néhány száz éve visszagondolva, ezt a sajátságot jönnek megcsodálni a magyar reneszánsz sajátos emlékeiben is. Ez az az igazi magyarországi művészet. És én azt nem tudom megállni, hogyha a magyar művészetről beszélek, akkor meg ne említsem, hogy van nekünk egy szimbólumunk. Ez nem analógia. Semmi közel analógiához, semmi, de sem bábova. Ez egy szakrális jelkép, úgy nevezik, hogy magyar szent korona, és gondoltak arra, hogy ebben a koronában egyesül ez a kettő, a korona gréka, a korona latina, együtt kelet és nyugat, Bizánc és Róma, klasszikus és romantikus, együtt szétválaszthatatlanul, jól érezve egymást, őrizve teljességüket. Valahol így válik a magyar művelődés történet igazi szimbólumává ez a furcsa kincsünk, igazából maga a Kárpát-medence. De hát ennek nagy irodalma van, amit legodaadóbban a magyar művészet történet. A magyar gondolkodás talán legnagyobb egyénisége Fülep Lajos fogalmazott meg. Ezzel a névvel én egyben egy nagy irodalmat adtam a témához, amely tulajdonképpen felment minden további elemzés alól. Gerzson Pál művészete ilyen értelemben magyar. A könyvszerzői elsősorban Lánc Sándort említem, mint a könyv főszereplőjét. Pontosan ez a magyar sajátság varázsolja el, ez a sajátos értékteremtés. És itt meg kell mondanom, milyen szellemes, jól szerkesztett a kiadvány, szakmai tanulmányok, irodalmi reflexiók veszik körül a képeket, a gondolatok sokfelől érkezésével társadalmi környezetet teremtenek a művészetnek, útmutató példa. A szerkesztés mellett szép, míves megjelenése is örömöt okoz annak, aki kézbe veszi. Hadd fejezzem be Fülep Lajos számomra gyönyörű gondolatával, így írja. A nagyok között a kisebb nemzeteknek is
költőiknek és művészeiknek. Van olyan üzenetük, szavuk, hangjuk, ami ha nem volna, hiányozna az emberi szépségtől. A világ csonka maradna. Hát ennyit, amikor Gerzson Pál bemutatásával dicséret illet egy kiadót és egy galériát. Kérem, tekintsék meg a kiadót.